Két évvel ezelőtt rendezte meg először a Honvéd Szondi Ese, az I-generációért Egyesület, a Fiatal Civil Kurázsi Egyesület, a Gorzium Régészeti Parkkal közösen a Nagy Légiós Sportágválasztót és Füvei Napi Ifjúsági Hadtörténeti Találkozót. A rendezvénynek idén is Tácz Gorzium ad otthont. Az idei évben kiemelt szerep jut a huszárságnak, a huszároknak, így aki nagyon szereti ezt a milliót, ezt az életvitelt, az megtapasztalhatja, hiszen több helyről jönnek. Külön izgalmas, hogy egyébként gyermekhagyományőrzők, huszárok is jönnek, és ott a gyerekekre való kis ruhákat is hoznak, úgyhogy fel lehet próbálni. Ezen kívül a másik nagyon fontos dolog az a sport, hiszen hát ez sportág válaszónak is hívjuk. Annyival kiegészülünk, hogy a Honvéd Szondítól idén az íjászok jönnek, de ezen kívül pedig több más sportegyesület is igen mondott a felkérésünkre. Plecser Ádám hozzátette, a karate és az ökölvívás is megjelenik többek között majd a régészeti parkban. A szervezők kiemelt célja, hogy a sportos életre való ösztönzés mellett megmutassák a Gorzium régészeti park és környéke római kort követő történelmét is a korok hagyományozó csoportjainak segítségével. Igyekszünk megjeleníteni a mai honvédséget is, így a mai haderő is valamilyen formában meg fog jelenni, de ez mellett a huszárság és a ma közt is ugye első-második világháborús hagyományőrzők is jönni fognak. Külön izgalmas, én azt gondolom itt is az, hogy nagy hangsúlyt fektetünk az ifjúsági hagyományőrzőkre, és szerencsénkre több mint 30 ifjú hagyományőrző fog jönni, aki az első világháború és a második világháború időszakát fogja megjeleníteni. Az I-generációért Egyesület elnöke azt is elmondta, az üzenet a béke, de megmutatják a fiatalságnak, a felnőtteknek, hogy milyenek voltak annak idején a katonák. Az ingyenesen látogatható programokra szeptember 7-én szombaton 10 órától várják az érdeklődőket Tácon, a Gorzium Régészeti Parkban.